Jazz Panoráma. Rádió Dix 100.3. Üdvözlöm Önöket, Halper László vagyok, és ez a Jazz Panoráma című műsor, melynek első részében ma a kiváló Bőgössel, Barca Horváth Józseffel beszélgetek új The Sky Beyond the Glass című albumáról. Most elsőként az Ancient Woodland című számot hallhatják erről a lemezről, a felvételen Barca Horváth József zenésztársai, Pece Balázs trombitán, Weiss Nándor marimbán és Dés András perkussion hangszereken.
kiváló bőgősebb Barca Horváth Józseffel beszélgetek az új Sky Beyond the Glass című lemezet kapcsán, ami egy nagyon izgalmas és nagyon mai zene. És ráadásul ezen bőgözöl, basszusgitározol, hathúrú basszusgitározol, tehát témákat is játszol, akkordozol is, úgyhogy ez azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon nagy kiteljesedés számodra ez az album, én úgy érzem. Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves hallgató téged is. Igen, hogy a kérdésre is válaszoljak. Igen, erre nagyon régóta készültem erre az anyagra. Már sok évvel ezelőtt elkezdtem élelgetni, illetve gondolkozni rajta, hogy milyen típusú anyagot csinálnék én legszívesebben. És akkor sokszor végig gondoltam, és aztán utána így folyamatosan adogattam hozzá az ötleteket. Úgyhogy igen, itt sok mindent magamra vállaltam valóban, sokféle szerepet, vagy nem is tudom, nem szerepet, inkább sok feladatot róttam magamra ezen az anyagon. Így van, valóban. Ugye ezeken a hangszereken mellett, amit most felsoroltam, még dobprogramot is írtál rá, tehát tulajdonképpen ez a zene egy nagyon érdekes ötvözet, én azt gondolom a modern jazznek, ugye ebbe ez a kicsit grúvosabb hangzás is ezáltal a dobgépes szám által, a grúvos szám által megjelenik az albumon, sőt én, de majd úgyis kijavítasz, ha nem így van, én egy picit a világzenei hatásokat is érzem ezen az albumon. Persze, abszolút, igen, abszolút benne van ugye a világzenei, főleg a ugye van itt, van egy, nem az egész lemezen van annyira jelen, de sokszor fölbukkan, igen, valóban. Tehát a, jó, hát nyilvánvalóan van egy magyar népdal feldolgozás, hát az nyilván automatikusan egyfajta világzenét jelent. Ugye van ez a Elment a két lány című népdalnak a feldolgozása, de ennek a megvalósításában is engem igen inspirálta a világzene, ugye. És aztán ugye van ez a portugál című szám, ami egy ilyen portugál népdalnak a, hát az elég erőteljes átdolgozása, tehát igazából csak emlékeimben volt egy ilyen portugál népdal, amit egyszer gyűjtöttem nagyon régen, majd könyvtárban találtam, és akkor játszottuk az Off-Core zenekarra, de én csak az emlékeimből idéztem fel, úgyhogy szerintem már a téma sem biztos, hogy pontosan úgy van. De mindegy, abból inspirálódott dal, ebben a két dalban biztos, hogy elég erőtesen jelen van ez a világzenei hangzás, de adott esetben, hogyha felfedezni véled más számokban is, akkor az is könnyen lehet. Azt tudni kell, hogy hát én nagyon sokféle zenét játszottam, ezt sokan tudják, és ezek közül a világzenében is elég sokat forgolottam. Például nem a mostani időszakomra jellemző az elsősorban, hanem korábbi időszakaimra, de például a Paja Beával több évet játszottam, ami ugye világzene. Aztán Szaloki Ágival is dolgoztam, ami részben világzene volt, ott volt, az egy kicsit olyan jazzes, meg ott is volt sokféle irányzat, de tulajdonképpen azt is a legkönnyebben odasorolhatjuk be. Aztán ugye korábban, nagyon régen, még 15 évvel ezelőtt játszottunk, volt egy triónk a Juhász Gáborral és a Jengi Bálián Dáviddal, ugye Örmény harmonikással, ami megint csak ilyen világzené produkció, és az utóbbi években pedig sokat dolgoztam Lajkó Félixszel együtt. Úgyhogy ezek a világzenei produkciók azért hagytak annyi nyomot benne, hogy itt ezek megjelennek ennél a lemeznél, a saját lemezemnél is. De hát sok egyéb hatás is ezen kívül. Most elsőként az Elment a két lány című számot hallhatják, ezen Szőke Nikoletta énekel, Cseke Gábor zongorázik és Dés András játszik perkásson hangszereken. Majd ezt követi a Portugál című kompozíció, ezen a felvételen Pece Balázs trombitál, Lukás Miklós játszik cimbalmon és Dés András játszik perkásson hangszereken.
Thank you.
A mai Jazz Panorama első részében a kiváló Bőgőssel, Barca Horváth Józseffel beszélgetek az új The Sky Beyond the Glass című lemezéről. A világ zenei hatást erősíti, hogy Weiss Nándor megszólaltatja a lemezen a vibrafon mellett a marimbát is, ami megint csak egy ilyen nagyon egzotikus hangulatot ad azoknak a számoknak, amiben benne van. Igen. A marimba máshogy kerül be a képbe, nem annyira, nem a világzenéből. Persze nyilván azt is lehet a világzenében, ugye, is előfordulhat marimba, persze a világzenében bármi hangszer előfordulhat, de azok a világzenék, amikben én szerepeltem ott, én nem ez volt a jellemző, bár mondjuk a Bajabeával az egyik műsorunkban még egy nagyon régi projekt volt ugyan marimba, de ez például Steve Reich-nek a szeretete hozta be, azt hiszem, hozzám a képbe a marimbát, meg hát a Pat Metheny-nek a grupjának a szeretete is azért behozta ezt a hangszert, amit nagyon kedvelek. És még egy dolog behozta a marimbát nálam a képbe, hogy ebbe a zenében jelen van az elektronika is. Én mostanában elég erősen érdekel az elektronikus zene. Tehát ez akár a, most lehet, hogy némelyek a nagyon ortodox jazz kedvelő hallgatók meg fognak rökönyödni, de én EDM-et is hallgatok, ugye ez a electronic dance music, ez a modern mostani zene, ami ez is érdekel engem, és ennek a hangszerelésében ugye nyilván nincs marimba, mert ott ugye nincsenek hangszerek, de ott amikor ezeknek a hangszereléseknél úgy oszlik szét a hangszerelés, hogy van ugye a basszus, és van a ugye a szőnyeg funkció, vagy padok, vannak a dobok, van a leadek, amik ugye ez mind szintetizátorról beszélünk, és ugye szokott lenni egy úgynevezett ilyen plucked funkció, tehát ilyen pengetős vagy rövid hangú szintetizátorok, és akkor ennek is megvan a maga szerepe az ilyen típusú hangszerelésben. És én amikor elkezdtem dolgozni ezen az anyagon, akkor egyébként még volt olyan változat is, ahol ezek a hangok nem vibrafonon szólalnak meg, hanem ilyen szintetizátorokon. És aztán később gondoltam úgy, hogy akkor ez mégis élő legyen ez a része, és akkor kerültek át. De ide ehhez olyan hangszert kellett, aminek egy rövid hangja van. És akkor ez lett a marimba. De kalimba is volt olyan változat is, hogy kalimba legyen ez. Volt olyan változat is, hogy... Tehát ez elég sokáig érlelgettem, mire ezek a... Tehát itt a hangszerelés is nagyon elég sokáig készült, ez le lett modellezve az egész itt ez a számítógépen, mielőtt ez a stúdióba fölvételre került volna. Előtte minden meg lett csinálva elektronikusan, és aztán bizonyos szintetizátor hangzások, amiket én megcsináltam, azok megmaradtak abból a felvételről, és bizonyosak pedig kilettek cserélve élő zenészekkel. Most a Farewell to the Camp című kompozíciót hallhatják, a felvételen Olá Kálmán Junior játszik szoprán szaxofonon, Weiss Nándor marimbán és Dés András perkáső hangszereken.
A mai Jazz Panorama első részében a kiváló Bőgőssel, Barca Horváth Józseffel beszélgetek az új The Sky Beyond the Glass című lemezéről. Fantasztikus muzsikusok játszanak az albumon, és nagyon sokan, hogy egy ilyen tág merítést vettél az élvonalbeli zenészekből erre a lemezre. Hogyan választottad ki a muzsikusokat? Ez a lemez, ez egy kicsit másképp készült, vagy másképp alakult ki az én fejemben, mint ahogy szokott lenni a legtöbb jazz lemez. Ezt nem is nevezném azért annyira nagyon jazz lemeznek, azért olyan zenének nevezném, ami ilyen jazz elemeket tartalmazó zenének. Nevezném, de nem... Na, szóval a lényeg, hogy ne menjek el a kérdést nagyon messzire. Tehát nem úgy alakult ki, hogy én most kitaláltam, hogy mert sok lemez úgy születik, jazz lemez főleg, és ez persze mindig azt határozza meg, hogy az ember milyen típusú zenében gondolkozik, hogy én azt mondom, hogy én szeretnék XY-nal ezzel, azzal, amazzal játszani. Szóval milyen jó lenne együtt játszani ezzel vagy azzal, és akkor elszólok nekik, hogy ők jöjjenek el játszani, és akkor együtt közösen létrehozunk egy zenét, vagy írok számokat, és azokat megcsináljuk, és akkor ő hozzáadja az övét. Na ez nem így készült, tehát itt úgy volt, hogy én ezt, mint ahogy az előbb is mondtam, én megcsináltam mindent. Szóval ez elég sokáig készült ez a lemez, és ezek komoly jegyzeteim vannak, ahogy ezt végig mentem rajta, hogy milyen zenék, hogy tartalmazzanak, milyen, és ez elég bonyolult tervezet volt a felvételhez is, hogy mibe kijátszon, hány számba. Ugye a költségvetéshez is valamilyen szinten úgy kellett tartanom, hogy ne legyen, mert hogy én ennél sokkal több embert is le tudtam volna hívni erre a lemezre. Tehát ez olyan ilyen nagyobb típusú, de nem akartam kamaralemezt csinálni. Tehát nekem most az volt a célom, hogy egy kicsit ilyen nagyobb hangvétel, én egy kicsit megalomán vagyok, ugye sokat dolgoztam szimfonikus zenekarban, most big bandben játszom, és én egy kicsit azért hozzá vagyok szokva az ilyen nagy szabású hangzásokhoz, és nem akartam most kamarazenét csinálni, hanem egy ilyen kicsit ilyen grandiózusabb valamit képzeltem el. De hát mégiscsak volt egy költségvetés, és akkor így elkezdtem ezzel sakkozni, mi az, ami szinti, mi az, ami izé legyen, mi az, ami élő, és akkor itt szerepek kirajzolódtak, miközben írtam ennek. Meg a másik meg az volt, hogy amivel nagyon megnehezítettem a saját dolgomat, hogy amikor írtam ezt a zenét, akkor van egy olyan, és egyébként nagyon jó és hatékony módszer, amikor van egy apparátus hangszerelésben, és azt mondják neked, hogy írjál egy, most mit tudom én, egy vonos négyes, vagy egy vonos zenekarra írjál valamit. Vagy írjál egy vonos zenekar, plusz egy zongora, meg egy nem tudom, egy szaxofon. Csak mondtam egy példát, ez az apparátus, ez rendelkező. Vagy mindegy ilyen szempontból, hogy magadnak szabod ezt meg ezt az apparátust, vagy megszabja neked valami megrendelő, de hogy van egy ilyen, és akkor te erre elkezdesz írni, és akkor elkezdesz abban. Én most azt a kísérletet tettem meg, ami nagyon sok plusz munkával járt, hogy azt mondtam, hogy nem szabok én keretet magamnak. Tehát elkezdek írni, és dolgoztam a számítógépen, és rendelkezésemre állt ilyen szempont, mint a formátumban mindenféle hangszer, ami csak létezik. Tehát nem igaziból, de hogy ilyen különböző mintákból rendelkezésre. És azt mondtam, hogy elkezdtem írni egy dalt, és akkor úgy kipróbáltam rá, hogy akkor milyen lenne most gitár, milyen lenne most akkor szaxofon, milyen lenne trombita, és akkor amelyik megtetszett, az lett a végén. És akkor a végén ebből kirajzolódott egy hangszer állomány, ami változatosra sikeredett, és akkor így lett. Például van egy száma, Right of Rain, abban például én, ugye van a Ola Kálmán Junior, aki szaxofonos, de kiválóan szaxofonozik, és őt elhívtam a lemezemre, de ezt a számot elkezdtem azt mondani, hogy ugye ő elsősorban szopránon játszik a legtöbbet,
és szokott még altó szaxofonozni. És akkor elkezdtem a számba csinálni szopránnal, lemodelleztem, nekem nem tetszett, utána lemodelleztem altóval, hát akkor játszom altóval, lemodelleztem, azt se tetszett, akkor lemodelleztem trombitával, mert a másik számba játszik a Pesce Balázs, azt se tetszett, és a végén egy tenor szaxofon tetszett, úgyhogy megkértem, hogy szerezzen egy tenor szaxofont, és akkor, tehát hogy így volt ez. A cimbalom is úgy volt, hogy először marimbával megpróbáltam, nem tetszett, gondolkoztam, és a végén cimbalom lett, és akkor szóltam a Lukács Miklós barátomnak, hogy akkor abban az egy számba cimbalmozzon, tehát hogy én nem szabtam meg magamnak semmilyen. Tehát ez a népsor úgy állt össze, hogy nem szabtam magamnak korlátot, hogyha én nekem úgy tartott a kedvem, hogy zongora legyen, akkor zongora volt, de ha úgy tartott a kedvem, hogy Fender zongora, akkor Fender zongora, és például van olyan szám, a Right of Rain, amiben a szám elején és a végén Fender zongora van, és a közepén pedig zongora. Tehát igen, tehát a válasz, tehát ez így alakult ki. Értem. Tehát nem a nevek. Nyilván, hát minden hangszere van olyan, akivel én dolgoztam, szeretek dolgozni, és akkor nyilván az viszonylag hamar kiderült, hogy ha már az a hangszer, akkor kinek szeretnék szólni, és kivel csinálnám ezt szívesen, de előbb a hangszer volt, és utána az ember ebben az esetben. Most a Right of Rain című kompozíciót játszom le önöknek, ezen a felvételen Olá Kálmán játszik billentyűs hangszereken, Olá Kálmán junior tenor szaxofonon, Weiss Nándor vibrafonon, Dés András perkáső hangszereken, Bangó Ferenc hegedűn, Kertés Sándor brácsán. Thank you.
A mai Jazz Panorama első részében a kiváló Bőgőssel, Barca Horváth Józseffel beszélgetek az új The Sky Beyond the Glass című lemezéről. Ugye a lemeznek ez a címe, hogy már itt a műsor elején említettem, The Sky Beyond the Glass, tehát hogy a ég a üvegen túl. Ugye az egyik számnak is ez a címe természetesen, de ezt választottad lemez címnek. Van ennek valamilyen különös oka ennek a címválasztásnak? Van ennek valami üzenete, vagy egyszerűen egy jól hangzó cím, amit ugye főleg instrumentális daraboknál úgy adunk egy címet egy számnak, próbáljuk azt a hangulatot, amit az a szám áraszt egy pár szóban visszaadni? Nálam a címek nagyon-nagyon fontosak, de sose szokott lenni, tehát a címek úgy fontosak, hogy én szeretem azt olyan címet adni neki, amit a hallgató az tovább tud gondolni, ha akar. Tehát nem akarom sose beszorítani egyfajta gondolat menetbe. Ez a Sky Beyond the Glass, ez igazából az a szám, ez az utolsó szám a lemezen, ez egy lassú szám, ami egy kicsit ez az amerikai vidéki világ. Én nagyon szeretem például a country zenét is, de ez nem country zene, de hogy ez egy kicsit ez a, nekem ez. És aztán, de nem akartam azt ennyire így, de valahogy nagyon, mivel például ott a zongora indul benne, az elején, és ott a zongorában én azt képzeltem, hogy ott ilyen magas hangok szólnak. Tehát a zongorának a magas lágéjába indul egy ilyen. Kicsit ilyen, még annak volt olyan változata is korábban, ami ilyen zenedobozról is volt szó. De azt már soknak éreztem, ezt már nagyon direktnek éreztem, hogy az legyen. És zongora lett, de abban a felső lágéjában, a csilingelő lágéjában. És ez nekem, ez a sky, ez a kicsit ez a... Ez az ég, ez a messzi dolog, ez ott van valami, nem tudjuk, hogy pontosan mi van ott az üvegen túl, de ott van valami, amiről azt feltételezzük, hogy ez szép és jó. De nem, de nincs itt, tehát az túl van az üvegen. Tehát szóval valami ilyesmi szimbólum rendszere van annak a számnak, de már igazából ezzel is többet mondtam, mint amennyit, mert én jobban szeretem meghagyni annak, hogy ő, lehet, hogy valaki erről tök mást érezne erről a... De egyébként azt hiszem, hogy ez működik, mert a borítója Kis Dóra csinálta, és szerintem nagyon jól csinálta, hogy én odaadtam neki ezt a számot, és elmondtam ezt a címet. És utána semmi egyebet nem mondtam neki, hogy mit szeretnék, hogy szeretnék. És csinált egy borítót, ami szerintem nagyon tökéletesen lefedi azt a világot, ami ehhez passzol. Úgyhogy szerintem ezek működnek. Nála is működött, reményeim szerint másnál is fog működni, hogy ez beindíthat történeteket. Én szeretek a zenével történeteket mesélni, csak a zenének az az előnye, hogy nem kell úgy elmesélnem a történetet, hanem adok egy alapot ahhoz, hogy mindenki magának csináljon egy történetet hozzá. Most a The Sky Beyond the Glass című kompozíciót hallhatják a felvételen. Cseke Gábor játszik billentyűs hangszereken, Bangó Ferenc hegedűn, Kertész Sándor brácsán és Dés András perkásson hangszereken.
A mai Jazz Panorama első részében a kiváló Bőgőssel, Barca Horváth Józseffel beszélgetek az új The Sky Beyond the Glass című lemezéről. Nagyon jó szól a CD, melyik hangmérnökök dolgoztak az albumon? A felvételeknél, ugye az felvételek egy része a Pannonia hangstúdióba készültek, és ott a Bobák Bence volt a felvételi hangmérnök. Aztán utána később, ugye a felvételek is ilyen komplex, ott készült a nagy része az élő felvételeknek, aztán a bőgő és a két számban, amiben van ének, annak a felvétele készült a Soundgarden stúdióban Pálfi Balázssal, aki nagyon jó barátom, amivel már dolgoztunk többször is együtt, és aztán a basszusgitár felvételeket azokat én vettem föl itthon felszerelésekkel, ugye, illetve kaptam hozzá egy-két komolyabb eszközt is. Úgyhogy valahogy így készültek, és a keverést, ugye a felvételke még a Kopcsik Marci vette föl a cimbalmot. Ugye összeszerveztem, hogy egy számban volt cimbalom, és egy korábbi cimbalom felvételes anyaghoz mentem oda, hogy ezt a számot fölvegyük. Ez már ilyen logisztika is volt. Úgyhogy így készültek a felvételek, na és a keverés, ami a leginkább befolyásolt a végleges hangzást, azt Fenyvesi Mártonnal közösen ketten kevertük. Tehát az a közös munkánk, a keverés maga, a végső hangzás kialakult. És a masztert azt ő csinált egyedül, a keverést pedig a Marci és én ketten kevertük. Nagyszerűen szól az anyag. Köszönjük szépen. Van olyan terved, ugye, mert hát ez ahogy említetted, hogy ez nem egy kamara muzsikálás, tehát itt nagyon ki lett találva, hogy hol, milyen hangszer, stb. Hogy van olyan terved, hogy esetleg lemezbemutató koncerten bemutatni élőben ezt az anyagot? Igen, van ilyen terv lesz, és ott a koncerten azt te gondolom, hogy nem fogom teljesen megpróbálni, hanem az lesz, hogy megpróbálunk az anyagnak egy olyan eszenciáját alkotni, és hát ott nyilván lesz majd, hát vannak rá ötleteim, hogy viszonylag kisebb létszámból, de mégiscsak ezt a fajta hangzást azért meg tudjuk csinálni élőben. Tehát majd ez technika, nyilván kell majd némi digitális technika is hozzá, de hogy azt tervezem, hogy egy kicsit azért, szóval nem kicsit, hanem hogy meg tudjuk idézni ezt a fajta hangzást, csak egy ilyen élőre átszabott változatban, és ott egy picit majd a szerkezeteket is alakítani kell. Tehát kicsit át kell gyúrni az élő előadáshoz, de igen, igen, tervezem, hogy legyen belőle, és van, és akik érdeklődnek, hogy bemutassák élőbe. Tehát úgy értem, hogy koncertszervezői részről is van ilyen, aki erre vállalkozna, hogy bemutassuk. Gratulálok az albumhoz, és hát várom a koncertet. Arról is majd hírt adunk. És köszönöm, hogy beszélettem róla. A mai Jazz Panorama első részében a kiváló Bőgőssel, Barca Horváth Józseffel beszélgettem legújabb The Sky Beyond the Glass című albumáról.
A hírek után a második részben egy legendás muzsikusra fogunk emlékezni, a 2005-ben elhunyt kiváló gitárosra, Horváth Dezsőre, az az interjú, amit majd hallhatnak, 2002-ben készült vele. Most itt az első rész végén a Night on the Island című kompozíciót hallhatják, a felvételen Olá Kálmán játszik billentyűs hangszereken, Olá Kálmán junior altszaxofonon, Pece Balázs trombitán, Weiss Nándor harangjátékon, Bangó Ferenc hegedűn, Kertész Sándor brácsán és Dés András percussion hangszereken.